Yeah, let's go. I'ma make a couple stacks, do exactly what I want to. Mix a couple tracks, get a lady that I'm drawn to. Turn up to the max, get me faded till I'm gone, dude. I do what I want, couldn't stop me if you wanted to. I just work hard, yeah, harder than the rest. Some people say I'm lucky, others saying that I'm blessed. But I keep my head down, cause I crave progress. You ain't never gonna stop me, cause it's my conquest. Na, sziasztok srácok! Feltettem nektek egy szavazást, hogy melyik videót látnátok legelőször, és így torony magasan megszavaztátok azt, hogy az összes horgász felszerelésemet mutassam be. Ennek most el is jött az ideje. Kezdjük is talán a legfontosabb a horgászbotokkal. Pergetésben nem vagyok nagyon otthon, szóval egy tök egyszerű kis pergető botom van. Ez egy Nevis Full Back Spin, 10-30 grammos, 2,4 méter hosszú. Ezen pedig egy Shimano orsó, ez a Shimano AX 4000 FB. Tényleg ez egy nagyon olcsó felszerelés, de amennyit én pergetek, arra tökéletesen elég. Bolyulás mellett néha-néha pikkerbothoz is nyúlok, vagyis hát inkább régebben, körülbelül 5-6 éve kezdtem el féderezni, pikkerezni, és ez már teljesen felváltotta a bolyulás. Ez egy Trabucco Precision Pro Picker, 2,70 m-es, ez egy nagyon lágy kis bot, rajta pedig egy Team Faderes 4000-es orsóval, ami nyeletőfékes. Térjünk is át a fő cuccaimra, amik természetesen a bolyulás botok. Capernaum botzsákba tárolom, ez tökéletesen megvéd őket, nem fog útközben sem megsérülni, és még akár bátran pakolhatunk is rá, hiszen eléggé merev ez a botzsák. Úgy találták ki, hogy az egyik fele ilyen gumírozott, és hát nem tudom milyen anyag ez, de én úgy nézem, hogy ez gumi, és ha lefektetjük a földre, akkor sem fog beázni, így nem lesz tiszta redva a botzsákunk. Van hozzá egy párnázott válpant, egy kisebb fogantyú, ide a merítőnket tudjuk belecsatolni, ide pedig bele tudjuk bújtatni a merítő vastag a felét, így biztos, hogy nem fog kiesni szállítás közben. De térjünk is rá a lényegre. A botjainkat egy pánc segítségével tudjuk beletenni. Ha ezeket kioldjuk, akkor könnyedén ki tudjuk emelni a botunkat. Ugye, amit már sok videóban említettem, én a Prolovitz Custom Black 3 méter 3 librás horgászbotokkal pecázok. A bot ára szerintem nincs arányosságban a minőséggel, hiszen egy nagyon jó parabola karakterisztikájú botot kapunk. Tényleg öröm vele a fárasztás, a halnak minden rezdülését lehet érezni. Ezekre pedig egy 60-as méretű Okuma stílszerűen custom black orsó van felszerelve. Mindenkinek szívvel merem ajánlani ezt a felszerelést. A 10 és 20 ezer forintos árkategóriában tökéletes, tehát tényleg ennél jobbat nem tudnék választani sem. Sokan is kérdeztétek, szóval szívből merem ajánlani ezt a felszerelést. Az orsóra egy Delfin Tokyo Domi van csévélve, ez 31-32-es vastagságú, és egy narancssárgás-pirosas színe van. Rendkívül jól nyúlik, ez valakinek előny, valakinek pedig hátrány. Még az orsóról annyit, hogy ez a rosewood kivitel, ez annyit takar, hogy ilyen fa bevonatos, ez ugye nem fa, természetesen csak úgy van megfestve, de nekem ez nagyon tetszik, nagyon királyul feldobja az orsónak a színét. Illetve látjátok, hogy a hajtókar is ilyen fa bevonatos. Amint említettem, a kettő bot között a merítőt és a dobócsövet tárolom. Van egy ilyen 1000 éves dobócsövünk, figyelj, bolyit el lehet vele dobni, amennyire használjuk, arra teljesen jó. Itt is lenne a merítőm, ez egy Prolovitz Cruiser de merítőnyél, rendkívül könnyű, de viszont nagyon lágy, tehát ha emelem vele a halat, akkor láthatjátok videókban is, hogy rohadtul meghajlik. Igazából mindenki eldönteti, hogy inkább egy nehezebb merítővel, de ami merev és könnyebb vele meríteni, vagy egy könnyebben, viszont egy picit azért nehezebb vele ez a művelet. Ennek a végén található ugye egy V-fej, ide illesszük bele a merítőnket, ami egy 90 cm-es Prolovitz Cruiser merítőfej. Láthatjátok, hogy Prolovitz cuccokat használok azért nagyban. Térjünk is rá a ponybölcsőre. Halvédelemben kiemelkedően fontos szerintem, hogy egy ponybölcsőt használjunk. Sokkal jobban szeretem ezt, mint a matracot, hiszen ha egy termetesebb vagy akár egy kisebb halat fogunk, az is, ha megugrik, azért a sima matracról könnyen leugrik, lássuk, mert biztos mindenkivel történt már ilyen. Szóval a ponybölcső szerintem sokkal jobb. Egy Carbson ponybölcső, a nem állítható lábas, ez kb. 14.000 forint körül mozog. Ez 120 cm hosszú, 70 cm széles, 40 cm mély. Ebben tényleg egy hatalmas, mondjuk már 40 kilós ponty is elfér, amíg majd egyszer láthatunk. A mérlegelőkkel nagyon sokat kilóttunk, hogy melyik lenne a számunkra a megfelelőbb. A Carbson mellett tettük le a boksunkat, ez még relatíve jól bírja, pedig már azért több tonna hal megfordult benne itt az évek során. A mérlegem, ez egy Prolovitz 60 libra 2-hozos, vagy 27 kilós 100 grammos mérleg. Ez ugye 27 kilóig mér, de viszont ha még egyszer átfordul, akkor 59 kilót mérhetünk vele.
Képregény videókon is találkozhatotok már vele, szóval ez sem olyan hatalmas újdonság számotokra. Természetesen állítható, le tudjuk tárazni a mérleget, és így a halnak a pontos súlyát kapjuk meg, grammra pontosan. Következő dolog, ami nagyon fontos egy horgász túra alatt, tehát hogy több napra menjünk és ott is éjszakázunk. Az egy jó minőségű sátor, illetve hozzá egy téli ponyva, hogyha hidegben vagy akár olyan viharba horgászunk. A téli ponyva rohadtul segít abban, hogy nem fog bepárásodni a sátrunk akár reggel korán sem, szóval sokkal melegebbek még a nyári éjszakák is, hogyha a téli ponyva rajta van a sátron. Egy Caperlan Frontview Bivi sátrat használom. Szerintem ebben az árkategóriában a legjobb. Úgy is van bent, hogy a legjobb árérték arányú sátor, szóval találhatok egy részletes bemutatót a sátorról és a téli ponyváról is fent a csatornámon. Nagyon sok olyan termék lesz, amit már részletesen bemutattam, szóval azokat nem fogom úgy kifejteni, mint azonban a bizonyos videóban, szóval nézzétek meg azokat is. Rottogom az egy Prologis Trisk iPhone, ez egy 3-botos kivitel, erről is láthattatok bemutatót. Most gyorsan végig szaladunk azokról a termékekről, amikről már volt bemutató, és tényleg a nevüket mondom el is egy-két apróságot, és akkor vágjunk is bele az etetőhajóba. Horgász cuccaim döntő többségét ebben tárolom, minden apróságot, az előkéktől a horgok, a csalik, és minden más kiegészítőt, még meg itt van fent, horgászengedély, hőmérő. Most rohadt világ van bent, szóval nem lesz részletezés, de amúgy ez minden horgásztúrában vele van, és rendkívül meggyorsítja és megsegíti a munkámat. Szeretném megköszönni itt is a Decathlonnak, hiszen nagyon jó fejek voltak, hogy ezt annó elküldték nekem, azóta is szeretettel használom. Ebben találtam egy kárpaketem is előketartó. Semmi nagy ördöngősség. Egy-két csali, PVA termékek. Az etetőhajóhoz olaj, ezt itt is hagyom, hiszen az etetőhajó lesz a következő. Legjobb dolog benne, hogy a lábai kihajthatóak. Láthatjátok is a fehér lábakat, ezek állíthatók is, így mindenféle terepviszonyra fel tudjátok állítani. És nem lesz tiszta kosza felszerelésetek, illetve ha leesik a stopper, az sem kell a fűben keresgélni. Nézzük is meg Delphine Briton kapása ezőtt, szintén volt fent róla egy részletes bemutató. Ez egy 2 plusz 1-es kivitel, piros, illetve kék színben, hozzá az adóvevő. Többféle tónusban és nagyon sok hangerővel állíthatók. Vannak hozzá kis snagek, hogy ne tudja lerántani a halabotunkat. És itt láthattok egy furcsa dolgot. Egy darab swingerem van. Annól, amikor ezeket a swingereket megvásároltam, tényleg valami 6000 forint volt darabja, egy kicsit sokaltam is, de mondom, jó van, rámegyünk a minőségre, aztán sok ideig jó lesz. Hát ez nem így történt. Körülbelül a második horgászaton stégel horgáztam, szétesett a lila swinger. András barátom hozta a mágnest, nagy nehezen kipecáztam. Mondom, biztos csak széria hibás volt, tényleg azóta is szerettem ezeket a swingereket. Utolsó horgászatomon, amikor a videót csináltam, hogy nem fogtam semmit, ott a narancsárga swinger, így úgy tényleg tekerem már ki a botot, és leesett az a swinger is. Hát mondom, azt nem hiszem el. Tehát így azért azt mondom, hogy 6000 forintos swingernél, Signet swinger, kimondom a nevét már, hogy ilyet én azt mondom, hogy ne vegyetek, nem Signet a márkát, de azért ez vicc, hogy egy 6000 forintos swinger szétesik, és nem széria hiba, mert mind a kettő szétesett, szóval nem tudom, valaki járt már így, vagy én vagyok szerencsétlen, de nekem az nagyon nem jött be. Szóval mindenképp swinger cselő lesz a jövőben. A kényelmesség érdekében itt is a minőségi cuccokra hajazok. Egy Decathlonos 8 lábas horgászágy, illetve egy Carpacademy Elite fotel. Ezek nagyon kényelmesek. A széknek az alja gumírozott. Így tényleg egy sokkal kényelmesebb ülés biztosít, még a nagyobb súlyú horgászoknak is. Mind a kettő termékről volt fent egy részletes bemutató, ide felrakom a linkjét, meg tudjátok nézni, illetve az összes már bemutatott terméknek lent lesz a leírásban a linkje. Horgászataim döntő többségén etetőhajót használok. Ebben nekünk kétféle van, szerencsére meg tudtuk vásárolni mind a kettőt nagyon jó áron. Ez egy sima, fekete, tulajdonképpen no-name hajó, viszont 7 éve teszi a dolgát. Ezt egy pesti úr készítette, nem tudom, hogy gyártanék hajókat, ezért senkinek nem is akarok elérhetőséget adni. Mert ha ne találtanám, akkor ne úgy csörögjön a telefonja szegénynek egész nap. De tényleg ez egy full egyszerű hajó, 2 darab akkumulátorral működik. Az akkumulátorok pedig ezek lennének, ezek 6 voltosak, és 2 darab 6 voltos aksival mennek a hajók. Mi lemértük, hát kb. 7 km-t el tud menni vele a kis hajó egy új ilyen aksi. Van 8 pár aksink,
Szóval mind a két hajó tud dömörögni akár több nap. Térjünk át egy kicsit komolyabb hajóra. Ez egy hurrikán letetőnk hajó. Látni, hogy már egy kis koffer is van a távirányítóhoz. Kristálykijelzés távirányítóval rendelkezik. Ez már egy sokkal bonyolultabb ketyere, mint a másik. Nézzük is meg a lényeget. Maga a tetetőhajó egy ilyen szép nagy táskában érkezett. Láthatjátok, hogy sokkal nagyobb, mint a kis hajó, tehát hogy majd mindjárt egymás mellé rakom őket pontosan. Kis antenna található rajta, egy vevőegység, és ebben van harradar is. Be is kerültem a két hajó közé, itt talán látszik a méretbeli különbség. A Hurrikán egy sokkal testesebb, nagyobb és masszívabb tetőhajó, viszont ez a kis fekete szerintem sokkal megbízhatóbb, egyszerű, de nagyszerű, ezt a jelzőt mondanám rá. Mind a kettő hátsó ürítéses, a Hurrikán az dupla, de ezek majd lesznek itt közelebbi felvételek, és jól fogjátok látni. Ha jól tudom, ennek 8 paneles, ennek pedig 4 paneles, de nem akarok tényleg hülyeséget mondani, szóval majd okosítsatok ki, hogy ezek mik. Mind a kettő, 2 darab 6 voltos aksival működik, és tényleg azt mondom, hogy elég jó üzemidővel rendelkeznek. A Hurrikánban található egy harradar, ez a Lucky FF918C. A mélységet és a töréseket szerintem azért mutatja, de a halikonoknak nem nagyon lehet hinni, én úgy gondolom. Nagyon király kis táskában van. Mind a két hajóban parafin alanyat kell tenni, hogy a motornak a kenése meglegyen. A gyógyszertárban könnyen beszerezhetitek, és egy fecskendővel is be lehet lőni a hajóba. Nagyon hasznos kiegészítő etetőhajó behúzás során egy ilyen kis merő kanál, ezt egy műanyagbolyban meg tudjátok venni, és akkor nem kell a kukoricában, vagy más enyém magban, vagy bolyban nyúlkálnatok. Ez pedig itt a radar bekapcsoló gombja. A kis fekete hajón a világítást és a hajótesten tudjuk kapcsolni. Ezzel. Itt is megtalálható az akkumulátor töltöttségmutató, illetve a piros bekapcsoló gomb. Mint említettem, ez csak egy gyűrítéses, még láthatjátok is az etetőanyag maradékot, ezek majd térre szépen el lesznek tisztítva. A horgászat másik nagyon fontos kiegészítője, hogyha behúzós horgászatot mondunk, egy minőségi melles csizma. Én ehhez egy Foxot választottam, 43-as lábméretű. Foxos kollégák nagyon szépen bemutatták, hogy hogyan kell felvenni egy ilyen melles csizmát, szóval nézzétek meg az ő videójukat. A csizma anyaga nagyon furcsa, én először meg is lepődtem, hogy ez ilyen, hiszen én egy, mint egy hosszított gumicsizma arra gondoltam, viszont ez egy ilyen furcsa anyag, amit nem tudok megnevezni sajnos. Van itt a márkasunknál egy ilyen pánt, amivel szépen oda tudjuk szorítani, mivel hogy én vékony és nagyon magas vagyok, nekem szükségem van itt erre a normális állíthatóságra, szóval ez itt nagyon király, nyugodtan sétálhatunk benne a vízbe, nem fog beázni. Le sem veszem addig a mellett csizmát, hiszen csónakos behúzáshoz használjuk. Itt is van felettem a csónakunk. Ez egy Sevilor 2,70 m csónak. Egyelőre még motorom nincsen hozzá, szóval azt majd be kell szerezni. Szóval ha valamelyik horgászcég reklámot akar, akkor küldje hozzá egy motort és egy munkaksit is meg lesz. De viccet félretéve, nagyon jó kis csónak. Könnyű súlya miatt nagyon gyorsan lehet vele haladni a vizen, még elvezővel is, viszont azért nagy szélben oda kell tenni magunkat. Arra egy ilyen rögzítő konzol segítségével van feltéve, a csónak eleje, illetve hátulja is le van fogadva, fölötte végigmegy és bele van furva a plafonba egy ilyen csigaszerűség, ami fenntartja a csónakot. Mi biztonság kedvéért le is gumipókoztuk, hogy semmiképpen ne essen rá az autóra. Komolyabb szekrénysor van nálunk, mint az IKEA-ba, az biztos. A bojléink nagy részét itt tároljuk benne ebben a kis szekrényben. Ezekkel vannak megtömve a bojlik. Kocsiba is sokkal kevesebb helyet foglal, és sokkal jobban el tudunk pakolni ezáltal, hiszen ezekre is tudunk cuccot tenni, nem zacskókban kell vigyázni rájuk.
A boilerinkat ilyen platinumos dobozokban tároljuk, ezek téglatest alakúak. Nagyon jól záródnak, légmentesen, és így vannak benne a boilerink. Különböző ízű boilik fel vannak matricázva, így akár a garázsba is nagyon könnyen kiigazodhatunk rajtuk. Amiből kevesebb van, vagy illetve egy napra megyek horgászni, hogy nem kell az egész dobozt elvinni, hogy ne robbadjon szét a tűző napon, akkor ilyen kisebb műanyag dobozokban visszük őket, sokkal tartósabban elállnak, nem tesszük őket a nap terhelésének. Úgy gondolom, hogy itt a garázsban már mindent megnéztünk, szóval menjünk ki az udvarra, mert egy cucc ott is található. És igen, ez pedig nem más, mint a kukoricás hordó. Úgy gondolom, hogy végigmentünk minden komolyabb dolgon. Nézzétek meg a részletesebb videókat is, azok lent vannak a leírásban. Holnap pedig horgászni megyünk, reméljük, hogy egy halas videóval is tudok nektek szolgálni. Sziasztok!